Na, hello gyerekek, itt Family Friendly Nessai, és egy újabb családbarát tartalommal érkeztem. A YouTube új irányelveinek megfelelően ma ismét honfoglalózunk, de junior játékot fogunk játszani, hogy az egészen picike kisdedektől kezdve a nagymamáig mindenki élvezhesse ezt a csodálatos fejtágító kalandot. Úgyhogy kezdjünk is bele, nézzük, hogy kik a mai ellenfeleink. Egy újabb RefPlay videó. Lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok! Legyél még ma valódi tagja a Pingvin seregnek. Válasz sapkát, pulcsit, bögrét, ami tetszik. Nyilván póló és egyéb újdonságok a shoppon. Link a leírásban. Akikkel megküzdünk, az Boglárka és Nikolett. Ó, de jó, annyira boldog vagyok, hát ez igazán vidám és családbarát ellenfél választás. Két aranyos lányjal fogunk játszani. Sorsoljuk a bázisokat. És jó, király, szerencsénk van. Jöhet is az első kérdés, mi vagyunk a Fradi színekben, és távol vagyunk az ellenfelektől. Az első kérdés úgy hangzik, hogy hány bábúból áll a csatársor a csocsóban? Vagy négy? Nem szoktam egyébként csocsózni, ezt így elmondanám nektek, annak ellenére, hogy imádom a focit. Valahogy ez a csocsó, ez így mindig kimaradt, de három, jó. Törő, ott is van az első dupla területünk. Ugye a junior játékmód, ami teljességgel family friendly természetesen, az ugye gyors játék, gyors hadjárat, tehát egy kicsit jobban fogunk pörögni, mint az átlag. De ahogy nézem, a honfoglaló az egy kicsit le van lassulva. Lehet, hogy keveset aludt az éjszaka, de semmi gond, így legalább lesz időnk megbeszélni az egész játékot. Két terület már is a miénk. És Nikolett is kap egyet. Mennyi 10x10 a Istenem? Jó. Nehéz volt, de ez a kérdés is abszolút fejleszti a fiatalok intelligenciáját, meg az enyémet is, és még gyorsabb is voltam, mint Nikolett, tehát újabb kettő területtel gazdagodunk. Hát micsoda móka, micsoda kacagás, csupa öröm és boldogság. Én, hogyha hirdető lennék a YouTube-on, biztos, hogy hirdetést raknék emellé a videó mellé, hogy ne halljon éhen a videós, aki készíti, de mindegy, ez csak én vagyok, gyerekek. Hát ki tudja, hogy mit gondolnak a Google-nél Amerikában, a messzi földön. Nem is lényeg, lássuk a harmadik kérdést. Melyik évben született Gregor Bernadett? Hát, Gregor Bernadett, én úgy a 80-as évekre lőném őt, lehet, hogy idősebb egy picit, igen, 8 évvel, és bizony Nikolett jobban is tudja, biztos nagy kedvence Mrs. Gregor Bernadett, én nem tudom, hogy ki a retmaz, vagyis, hogy nagyon tehetséges, és abszolút kedvelem. Nagyon jó, lássuk, hogy Nikolett hova terjeszkedik, veszélyesen közel van a várunkhoz, és úgy néz ki, hogy Boglárka sajnos nem játszik ma velünk. Föl kellett állni a biztos a gép elől egy kis süteményt sütni, úgyhogy most megpróbáljuk megközelíteni a várát, hogy elvehessük tőle, persze teljességgel családbarát és aranyos módon. Lássuk, Mr. Honfoglaló, hány megabájt, 2 gigabájt? Most megint gyorsan írtam, és lehet, hogy hülye, 2, ez 48, igen. Oké, hát hála Istennek, számítás technikában Nikolett nincs annyira otthon, hát mondjuk én is most beégettem magamat mindenki előtt, aki egy kicsit is ért ehhez a témához, de semmi gond, a lényeg, hogy két újabb területtel gazdagodtunk, ami nagyon vidám dolog. Lássuk, hogy Nikolett hova terjeszkedik. Úgy, teljesen körbevette szegény Bogit. 5. kérdés, melyik évben jelent meg először a Tini Ninja Teknőcök című képregény? Hát az már régen lehetett, lássuk a helyes választ. 84, íj! Egy kicsit túl régre tippeltem, de hála Istennek még így is én voltam közelebb, úgyhogy továbbra is tartjuk a vezetést, gazdagodunk még 400 ponttal, ami azt jelenti, hogy 2800 egységünk van, míg Nikolettnek csak 2200, abszolút jók az esélyei. Utolsó tipp, hány óra van délelőtt 180 perccel? Ja, nem. Ha, elrontottam. Elnézést. Eggyel elszámoltam. Ó, de hála Istennek Nikolett is elszámolta, úgyhogy plusz 200 pont. Nagyon helyes. A háborút abszolút előnyből kezdjük. A probléma csak az, hogy Niki fogja először elfoglalni ezt a kék várat, és ezzel elég sok... Nézd meg, nem a kékvárat támadta, hanem engem. Mi történik, ha Fanta Instamixet töltesz a Fanta narancs üdítőbe? Hát srákok, én nem válaszolok erre a kérdésre. Nyák, nyák, nyák. Mi nem szükséges a madártej elkészítéséhez?
Ez már volt, és akkor se tudtam. Olaj! Oké, végre valamiben otthon vagyok, tippeljünk. Hány lába van egy wombatnak? 4. A wombat az egy ilyen kis aranyos, kis patkányszerű, kis szőrös, kis cukkerság. Googlizzatok rá, ha nem láttatok még wombatot, keressetek rá. Na de akkor most én jövök, most visszavághatok, de én egyelőre elfoglalom ezt a kékvárat, ha már boglárka úgyse játszik, legyen a miénk. Milyen nevű betegség létezik? Homár. Már mint, hogy nem, a polip. Na, ez egy abszolút family friendly tartalom, ne beszéljünk butaságokat. Mi az érem anagrammája? Anagramma? Jó. Na, ki az, aki tudta, hogy mi az az anagramma? Nekem is eltartott egy ideig. Komment szekcióba le lehet írni. Melyik megye székhelyének kezdőbetűje van leghátrább az ABC-be? Hát gondolom Zalái, mint Zalaegerszeg. Jó. Elfoglaltuk a kék várat. Nagyon helyes. Innen fogjuk folytatni. Abszolút győzelemre állunk. 4100 pont. Most akkor takarítsuk el a várunk közeléből Nikolettet. Mondjuk. Ki Csongor párja Vörösmarty Mihály művében? Tünde. Csongor és Tünde. Elsőre nem esett le, de aztán megvan. Ez az alapműveltség. Úgyhogy most nem vallottam szégyent, mint mondjuk a megabájtok esetében. Nagyon helyes. 4500 pont. Nikolett támad. Mi a címe Presser Gábor musicaljének? Hát a padlás. A konyha, az is lehetne. De az akkor egy kicsit másról szól. Hányszoros értéket jelent a tripla? Na gyerekek, hányszoros a tripla? Mondjuk ki együtt hangosan. 3. Jól van, gyere, nagyon ügyesek vagytok. Mindenki nagyon családbarát. Okés. Megvédtük a területet, plusz 100 pont. Ismét Nikolett következik. Lássuk, miben sántikál. Ó, az ezres területemet akarja. Melyik nem főváros? Vaduz. Ó. Hát ez gáz. Minden epizódra jut valami, ami gáz. Tapsoljatok meg. Oké, semmi gond. Építünk egy várfalat szépen ide az ezres terület köré, majd megtámadjuk Nikolett várát. Igényesen, családbarát módon. Melyik mese szereplője? Abu. Ó, hát ő mondjad már, a kismajom az Aladdinból. De rég néztem Aladdint, pedig nem volt rossz. Mennyi egy reciproka? 1. Vagy nem? Jaj, matematika. 1 reciproka? 1. Jó van, akkor 2 másodperc alatt megoldottam ezt a feladványt, és egy torony már le is dőlt. Hogy hívták a cseh rajzfilmben Rumcájsz feleségét? Manka. Istenem, hát 4 betűt eltaláltam az 5-ből, hát egy fél pont igazán járhatott volna, érte? Nem baj, van még egy lehetőségünk a támadásra, úgyhogy ezt ki is használjuk. Gyere, Niki, gyere! Gyere, kislány, gyere! A diszkóklubban szól. Na, melyik mai ország területén található Zólyom balasi szülőhelye? Szerbia! A rohadt életbe megint. Kapkodok! Szlovákia! Elnézést kérek a félre informálásért. Velem is előfordul, hogy hibázok. Az utolsó kör következik. Nikolett megtámadja a várunkat. Micsoda izgalmak! Melyik egy bűncselekmény megnevezése? Zugírászat? Ilyen létezik? Mi az, aki zugír? Így elbújik a sarokba, hogy a rohadt élet. Ja, kérdés van. Hány országgal határos? Svájc? Quattro? 4? 4? A rohadt élet. Pedig nem tudom, észrevettétek-e, hogyha magabiztosan álltok a hülyeséghez, akkor néha bejön. Na de mindegy, vége a játéknak. Annyira pörög ez az egész honfoglaló, hogy nem is hagy beszélni gyakorlatilag. Dicsőséges győzelem, hát első helyen zártunk ebben a family friendly, abszolút az egész családnak szóló, rendkívül vidám és eredményes játékban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, pingvinem. Remélem azért tudtatok nevetni ezen az én kis ironikus hülyeségemen, hogyha jól szórakoztatok, dobjatok egy lájkot és persze iratkozzatok rám föl. Holnap is találkozunk, addig is legyen nagyon szép napotok. Na, szevasztok!